egy régi kosarat szedtem elő a padlásról, beburkoltam belsejét kartonnal, hogy ne legyen húzatos, majd kisebb-nagyobb papírhengereket, nádakat, kifúrt fa darabokat ragaszgattam össze. Saját készítésű rovarhotel nyílt a beporzók napján a Tabáni Tájház udvarán. Bár egyelőre csak egy álmos katica bogár ismerkedik vele, hamarosan talán más rovarok is ide találnak. Régebben sokkal több lehetőségük volt a rovaroknak bebújni különböző helyekre, például a náttetőbe. Ma már ilyen nincs, főleg városban nincs, és ezért segítjük őket ilyen kis rovarhotelekkel. A rovarok a legváltozatosabb állatok, szerepük alapvető fontosságú az ökoszisztémák helyes működésében, hiszen nem csak táplálékot jelentenek más élőlényeknek, de beporzók is egyben. A termesztett növények kétharmadát, élelmiszereink egyharmadát köszönhetjük nekik. Az utóbbi 25-30 esztendőben azonban évi 2,5%-kal csökkent a rovarok állománya. Ha ebben az ütemben fogy továbbra is a számuk, 100 év múlva akár teljesen el is tűnhetnek. Bár a köztudatban a mézelő méhek szerepelnek elsődleges beporzóként, sok más rovar is részt vesz ebben a létfontosságú munkában. A mézelő méh nem is tud minden növény deponozni, olyan sok növény van, amelyeket különböző földben lakó vagy egyéb növényi anyagokban, kórokban megbúvott átlelő méhfajok végeznek. Na most az ilyen rovaroknak az átteleltetésére esetlegesen még a utódnevelése is alkalmasak lehetnek az ilyen mesterségesen készített mindenféle szerkezetek. A rovarhoteleken kívül más módon is segíthetjük ezeknek az élőlényeknek a fennmaradását. Ha valami jót akarunk tenni a világ és a környezetünkért, akkor tudatosabban kellene hozzáállni a saját telkünknek a gondozáshoz, kezeléséhez. Azok a kiskertek, ahol az ember kicsit hagy egy kis több színfoltot az élővilágnak, nem törekedik arra az egyhangú pázsita, hanem ott megnőhet a százfal szép is és sok minden más is, az már eleve méhlegelő. Érdemes tehát egy egészséges középutat találni a felégetés vagy teljes elhanyagolás és a kirakatba illő módon művelt kert között, hogy a rovarok köztük minél több beporzó is természetes élőhelyet találjanak környezetünkben.